Vajon mire gondolt, mit akar neki Lantos mutatni, amikor csak 5 perce ismertem? Ezt mondta Acél Endre a Tényeknek egy telefonos interjúban. Az újságíró korábban többször bírálta Takács Zsuzsannát, azt a nőt, akit Kis Lászlóék még 1961-ben erőszakoltak meg. A megerőszakolt nő a hétvégén megtörte a csendet, mindent elmesélt arról a borzalmas 55 évvel ezelőtti napról. A Tények extra összefoglalója után folytatjuk a témát. Tűd Magyarországon mennyire erős és fogadja el a társadalom, úgyhogy erről is szeretnék majd beszélni előtte azonban arról, hogy ez a büntetési tétel, amit nagyon sokan megkérdőjeleztek, hogy miért ennyire alacsony, az akkor hogy volt az akkori büntetőjog szerint, és a mai büntetőjog ezt hogyan szankcionálja? Amikor azt mondom, az emberi méltóság egy és oszthatatlan, ez egy elvont tétel, ennek ellentmond az, ami a magyar társadalmat alapvetően uralja, nevezzük nevén. Köszönjük a lehetőség. Köszönjük. Természetes az, hogyha a szülő tudják irányítani is. Tehát az, amikor családtámogatási rendszerek... ...beszélgetésnek, viszont fontos gondolatokat osztottak meg velünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást. Nem. Gyakorlatilag egy jól kezelt hifertőzöttben nem mutatható ki vírus semmilyen testváladékban. Tehát valahol természetesen el van benne bújva a vírus, hiszen... alig, hogy abba hagyja a gyógyszerszedés, újra kimutatható lesz benne, de nem, tehát magyarul az az 1500 ember, aki most számokat mond, egy nagyon kevés. Tehát itt még az emberek félnek tőle, tehát eltelt 30 év, ugye 86 óta, és még mindig egy egyértelműen halálos, félelmetes megbetegedésnek gondolják, pedig nem az. Tehát ma már tudjuk, hogy nem az. Abba megvásárol egy tesztet, hazaviszi, megszúrja az ujját, és 10 perc alatt megvan az eredmény. Főorvos úr, köszönöm szépen, hogy beszéltünk róla. Köszönöm. Abban a profik igen, és elindítani. Az most már a második, ugye az előzőben, a honfoglalásban is én indítottam, és most is, és ez egy, tehát kell hozzá egy kis bátorság. Nem kevés. Ez a várfal azért egy picit megadta a biztonságérzetet. Volt miben kapaszkodni. Igen, de nagyon, jó nagyon élveztem. És amit én nagyon szeretek... Én is abban a szituációban kerültem ott a próbán, hogy majdnem ilyen szívinfarktus gyanúval kellett kivinni a kardozás végén, és előtte csináltam gyorsan. Igen, köszönjük. Mert utána persze néha jöttek a srácok, hogy ez új, nekem lehet, hogy ment volna. Hát például itt látható az egyik darab, ami nagyon büszke vagyok, hogy mondtam neki, hogy azért remélem, hogy nehéz ügy szépen. Wolf Kati kiürítette a gardróbját, tette mindezt azért, hogy rászoruló családoknak segítsen. Kati emellett kislányai figyelmét is felhívta, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem kapnak játékot, ruhát, mert a szüleik nem engedhetik meg maguknak, és így szerezhetett nekik egy kis örömet. Köszönjük itt a stúdióban Wolf Katit, az adok, kapok, napok, védnökök. Na, azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések mindig nagyon jók. Mert ugye egyet tudunk tenni, vagy egyet szoktak nagyon sokan tenni, hogy fogják és azokat a ruhákat, amiket nem használnak, elviszik ezekbe a konténerekbe, a gyűjtő konténerekbe, aminél látjuk, hogy ez, vagy hát nem tudjuk, hogy az hogy van kezelve megfelelően, nem feltételezem, hogy rosszul lenne, nem feltételezem, hogy nem jó helyre kerülne, de itt miről van szó egész pontosan? Mi nyilván ugye a sajtó figyelmét felhívjuk, minél több helyre elmegyünk, de a vége az mindig az, hogy valóban oda visszük, ahova, ahhoz szükség van rá, és az ember ott látja, hogy tényleg egy olyan családnál állsz, ahol ezek... ezeket az adományokat. Ugye a segélyszervezet azért tud egy nagyon biztos szakmai hátteret adni ez az akcióhoz, mert hogy mi nem egy akció vagyunk, mi nem egy egyszeri, egy évben egyszer történő dolog vagyunk, hanem egy folyamatosan működő hatalmas rendszer, egy országos intézményhálózat, tehát ez azt jelenti, hogy eleve több ezer családdal állunk kapcsolatban, és nagyon sokan fordulnak hozzánk egyébként segítséget. Egyetértek. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük.